Budapesten a Vigadó épületében Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztérium család és ifjúságügyért felelős államtitkára köszöntőjében elmondta, hogy az eseményen azokat díjazzák, akik nem csak azt a minimumot teszik meg, amit elvárnak tőlük, hanem azon túl is teljesítenek. De most nem ezeket a mondhatni nem hétköznapi, vagy akár adott esetben emberfeletti teljesítményeket díjazzuk, hanem azokat a hétköznapi hősöket, akik itt élnek közöttünk, és akik talán nem is tesznek más, csak helytállnak, csak teszik azt, amit a dolguknak tartanak, csak szolgálnak. De igaz rájuk az, hogy a kötelezőn túl is tesznek. Nem csak annyit tesznek meg, amit elvárnak tőlük, nem csak azt a minimumot, hanem ezen túlmenően. Dolgoznak idős társaikért, ezeket a díjazottakat köszöntöttük most, és szeretnék én is nekik külön gratulálni. Vagy, és ez majd most következik, olyan településeket vezetnek, ahol külön odafigyelnek az idősekre. Ahol nagyon jó idősnek lenni, ahol jó időskorban is élni. Hiszen, hogyha a kormányzati intézkedések segítik is az időseket, hogyha a keretrendszer jó, akkor is az igazán meghatározó az az, amit a saját családunkban, a szűk, illetve a tágabb környezetünkben tapasztalunk. Államtitkár asszony, mint kiemelte, a családbarát ország számára azt jelenti, hogy több generáció tud együtt élni békében, biztonságban és egymást segítve. Amikor látják a családbarát ország logót, amikor hallják azt a kifejezést, hogy családbarát ország, és amikor elmondjuk azt, hogy igyekszünk mindent megtenni azért, hogy Magyarország egy valóban családbarát ország lehessen, akkor ne csak a kisgyerekesekre gondoljanak, ne csak a kismamákra, a kispapákra és a pici gyermeket nevelő családokra gondoljunk, hanem gondoljunk azokra is, akik idős, adott esetben beteg hozzátartozóikról gondoskodnak, vagy azokról az idős társainkról, akik oly sokat tesznek hozzá ehhez a családbarát országhoz. A családbarát ország a számomra azt jelenti, hogy több generáció tud együtt, békében, biztonságban, nem egymással rivalizálva, hanem egymást segítve élni. Azt szeretnénk, hogy Magyarország egy ilyen hely legyen, ezért dolgozunk, és ebben köszönöm az önök segítségét is. Jó hír azoknak, akik nyugdíjasok, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülnek. Tegnap jelent meg az a kormányrendelet, amely rendelkezik az idei nyugdíjprémiumról, tehát hogy pénzről is beszéljünk, ezt nem lehet megkerülni. Ezúton is jelzem önöknek, hogy az idei évben immár másodszorra lesz nyugdíjprémium. Ez azt jelenti, hogy akár 18 000 forintot is tud kapni az a 2,5 millió ember, aki nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. Az államtitkár beszédét követően Liszkai Leonóra, a Weiner Leó zenei szakgimnázium tanulójának fúvola játékát hallhatta a közönség. Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára azt mondta, korábban természetes volt, hogy az idősebbeknek van több tapasztalata, a technológia azonban elszágultott mellettük, és a fiatalok már jobban értenek a technikai eszközökhöz. Az emberi történelem nagy részében az képlet egyszerű volt, hiszen aki korábban született, több tapasztalatot szerzett, több tudása volt, nyilvánvalóan előrébb volt a hierarchiában. Aztán a tudás, ami az emberiség számára rendelkezésre áll, az mind nagyobb és nagyobb lett, és ma már természetes, hogy a nagyszülők a kisunokát, még ha csak pár éves is kérik meg arra, hogy mondjuk a család új elektronikus berendezését beállítsa, vagy segítsen SMS-t írni. Tehát a technika, a technológia az nagyon gyorsan elszáguldott mellettünk. Azzal, hogy a technika, a technológia nagyon gyorsan elszáguldott mellettünk, és mind fiatalabbak jutnak hozzá a legnagyobb informatikai tudáshoz, a legnagyobb technológiai tudáshoz, azzal együtt rendkívül nagy felelősség is ránk szakadt. Hiszen ez a világ nagyon könnyen afelé fordulhat, hogy az emberi értékek azok elhalványulnak benne. És ebben a felelősség a felnőtteké, az idősebbeké, azoké, akik a családot, a kisebb, nagyobb közösségeket képesek összetartani. A felelősség a szülőké, a nagyszülőké, akiknek lehet, hogy
a mérhető technikai vagy matematikai tudású kisebb, mint a unokáé, de az érzelmi gazdagság, az az élet, amit éltek, azok a tapasztalatok, amelyeken átestek, az a tudás, ami az emberi kapcsolatok kialakításához szükséges, az bennük van. És ezt kell tudni átadni az ifjúságnak, ezt kell tudni átadni a jövőnek, ahhoz, hogy ez a jövő valóban az ifjúságé legyen, és ez a jövő mindannyiunké, embereké legyen. Az államtitkár beszédét követően az Idősbarát Önkormányzat díjak átadásával folytatódott, melyet 15 éve nyerhet el minden olyan pályázó önkormányzat, amely sokat tesz a szépkorúakért. A törvényben előírtaknál több figyelmet fordít az idősekre. A hagyományos város önkormányzata felismerve a hagyományozás hatását a közösségfejlesztésre, sokféle lehetőséget teremt a tapasztalatok, emlékek megosztására, interjúk, könyvek, találkozók formájában. Közösségi programjaink, például a hazavárok ünnepség, a nagymamáink receptes kötetei, a májusfa állítás vagy a szerenázás lehetőséget teremtenek a hagyományok átkötésére. Külön kiemelkedik az emlékezett fala program, ennek keretében a város fiataljai videodokumentációs rövidfilmeket készítettek idős emberekhez. A közepén 100 videót tartalmazó filmpatikunk az értékek megmentése mellett a tradicionális tudás átadás reményének felelemmelését is szolgálja. Az idősek részére biztosított rendezvények középpontjában az egészséges életmód és a lelki egészség megőrzése. Az évente rendezett nagy érdeklődést számára a mobilitásnak keretében pedig számos aktivitást ösztönző programra várják az érdeklődőket. Hajdonállás városi önkormányzata nevében az elismerést Szólát Tibor polgármester köszönöm. Amire én külön büszke vagyok az, hogy nem valami koncepciót kell letenni, hogy mit szeretnénk mondjuk az elkövetkező 10 évben tenni, hanem azt írtuk le, amit már megtettünk és megvalósult a településen, ez külön örömmel tölt el, hiszen nyilvánvalóan ez azt mutatja, hogy az az út, amin járunk, az helyes. Az eseményen a megvalósított feladatok közül kiemelték a hazaváró ünnepséget és az emlékezett fala internetes oldalt, amely videóblog formájában tárja a nézők elé a tradicionális tudás átadás élményét rövid videók segítségével. Szerintem minden településnek próbálták megtalálni azokat az erősségeit, ami esetleg a mezőnyből talán még erősebben megmutatkozott. Azt gondolom, hogy az egyik esetében nyilván a városból elszármazottakhoz való kapcsolattartás, az azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos érzelmi szál. Én mindig fontosnak tartottam, és azt gondolom, hogy kell is ezt a dolgot, ezt az ügyet éltetnünk. A másik esetében az pedig egy unikális dolog. Én azt gondolom, nem tudom, hogy az országban van-e másik ilyen. Ott meg arról van szó, hogy gyakorlatilag azok a nagy családi beszélgetések, azok most hiányoznak a mai generáció életéből, és a korábbi időszakban a szájhagyományok útján terjedő történetformálásnak, történetformálásnak azért az oral historinak az egy rendes eleme volt, amikor a család leült és elmesélték, hogy mit csinált a nagypapa, mit csinált a dédpapa, és tulajdonképpen a tudás, a hagyományok egy jelentős részét így tudták örökíteni tovább. Ma ezek a beszélgetések hiányoznak, és azt gondolom, hogy ezt próbálja valamelyest talán pótolni, vagy éppen dokumentálni, hogyha ezek az idős emberek elmennek közülünk, akkor azt a tudást, azt a tapasztalatot, azt a megért élményt, azt ne vigyék magukkal, hanem hagyjanak itt belőle valami eszenciális dolgot, ami a következő generációk számára akár útbaigazítás lehet, vagy valami olyan apropó lehet, amihez érdemes visszanyúlnunk. Dr. Szombati Ágnes elmondta, hogy nem volt nehéz dolga a pályázat megírásakor, hiszen az intézmények, különféle civil szervezetek évek óta jó gyakorlatokat működtetnek, melyeket egy csokorba kellett összegyűjteni. Úgy gondolom, hogy könnyű helyzetben voltam a pályázati mű elkészítésekor, hiszen önkormányzatunk, illetve városunk intézményei, civil szervezetei jó gyakorlattal rendelkeznek a tekintetben, hogy az idősek életét miként tudják egyre jobban könnyebbé tenni, illetve mind pénzügyileg, mind
segítő tevékenység útján megkönnyíteni. Hangsúlyozni szükséges segítő kezekkel programot, amit a családsegítő szolgálatunk valósít meg, illetve mint színes, változatos kiadvány a könyvtárunknak a Nagymamáink receptjei füzete, ami úgy gondolom egy város életében meghatározó lehet, hogy valaki ezt a gyűjtő munkásságot, tevékenységet elvégezte, amit később a fiatalok olvashatnak és akár elkészíthetnek otthon a konyhában. Az ünnepségen fellépett a klasszikus zenei tehetségkutató műsorból a virtuózokból jól ismert Balázs Péri Soma, aki még csak most kezdte Szegeden az általános iskola utolsó osztályát, de már a Budapest Arénában is fellépett. Hamarosan pedig Angliában zongorázik a London Mozart Players-el, és tervben van novemberben egy New York-i koncert is. Kicsit megünnepeljük ezt a díjat, akkor össze fogom hívni a nyugdíjas szervezeteket, és egyrészt megköszönöm nekik azt az aktív tevékenységet, amit végeznek a város életében. Azt gondolom, hogy a mai hagyjulás nem lehetne ilyen sokszínű, hogyha ők nem lennének ennyire aktívak. Másrészt pedig szerintem közösen ki kell jelölnünk azokat a következő lépéseket, azokat, azt az utat, amit ők is fontosnak tartanak, és tulajdonképpen ettől még gazdagabb tud lenni a város.